Oké, én teljesen megértem, hogy nem sikerült ez a dolgozat, nem sikerült ez a vizsga, nem sikerült ez a meccs, nem sikerült ez az állásinterjú, nem sikerült ez és ez és ez, de amit elfelejt nagyon-nagyon sok ember, az az, hogy igazából az elbukás az az egyik legnagyobb erőd. Sziasztok, fiúk és lányok! Üdv a csatornámon! Tehát mit jelent az, hogyha valaki hibázik, vagy elbukik, akkor az a legnagyobb ereje lesz? Nos, ez azt jelenti, hogy az utóbbi egy évben nagyon sokszor rájöttem arra, hogy nagyon sok mindenben hibáztam. Rossz döntéseket hoztam, nem azt csináltam, amit akartam volna, és így utólag visszanézve arra jöttem rá, hogy egyébként sokat hibáztam. Ettől függetlenül arra is rájöttem az elmúlt egy évben, hogy akárhányszor hibáztam, tanultam. És ebből megtanultam azt, hogy igazából, amikor az ember hibázik, tehát elront egy dolgozatot, elront egy feladatot, elront egy meccset, vagy nem sikerül neki az állásinterjú, akkor igazából nem nulláról fog indulni, amikor újra megpróbálja ezt az egészet, hanem igazából már az egy, kettő, hármas szintről. Mivel akárhányszor hibázol, mindig egy kicsit előrébb vagy. Oké? Tehát elrontasz egy dolgozatot, jó. Viszont amikor legközelebb megírod azt a dolgozatot, akkor nem lesz számodra teljesen új a tananyag, hiszen már egyszer írtál dolgozatot. Vagy amikor elmész egy interjúra, és elbuksz, akkor a második interjún nem teljesen új dolog lesz előtted, hanem tudni fogod, hogy hogyan épül fel egy interjú. És ilyenkor egyébként arra jöttem rá, hogy amikor újra próbálok valamit, akkor nem a nulláról indulok, hanem az első, második, harmadik szintről. Mivel ugye az embernek az a célja, hogy a nulláról kezdi, és eljut a tizedik szintre. Oké, tegyük fel, hogy a tizedik szint a legmagasabb. De amikor te egyszer elbuksz, akkor nem nullára esel vissza, meg mínusz ötre, hanem tegyük fel, hogy nulláról indulsz, és el akarsz jutni az első dolgozatra. Az az első szint. Viszont amikor nem sikerül az a dolgozat, akkor nem jutsz vissza a nullára, hanem ott maradsz az első. Tehát igazából az életben sosem visszafele mész, hanem vagy stagnálsz, vagy pedig előre mész. És ehhez kapcsolódik a második dolog, hogyan tudod ez az egészet a te előnyödre fordítani. Szóval, ugye nem sikerült ez a dolgozat, vagy nem vettek fel téged az álommunkahelyedre, vagy nem tudom, elrontottál egy meccset. Oké. Viszont ugye kettő darab emberünk van, az egyik az az, aki azt mondja, hogy úristen, én azt elrontottam, és a másik emberünk pedig azt mondja, hogy oké, igazából elrontottam, viszont tanultam belőle. Ergo, nem azt mondja le következetésképpen, hogy elbuktam, és itt a vége, hanem azt mondja le következetésképpen, hogy elbuktam, ergo ebből mit tanulok. És összegyűjti azokat a dolgokat, amiket ebből tanulhat. És én is olyan ezt csináltam, mert nagyon sokáig az az ember voltam, aki azt mondta, hogy oké, ha én egyszer elbukok, akkor itt a vége mindennek, feladom, soha többet semmi. És az elmúlt egy év tanította meg nekem azt, amikor nem volt lehetőségem arra, hogy feladjam. Tehát nem hagyhattam ott a munkahelyemet, mert az apartmanom függött tőle. Nem hagyhattam ott az iskolát, mert fizettem érte. És ilyenkor jöttem rá arra, hogy igazából az, hogy én hibázok, az nem azt jelenti, hogy én gyenge vagyok. Hanem ez azt jelenti, hogy akárhányszor hibázok, meg tudom nézni azt, hogy mit tudok újra csinálni, mit tudok máshogy csinálni, és legközelebb nem úgy megyek oda, hogy úristen, itt van egy vizsga, azt tudom, hogy mit csináljak, hanem úgy megyek oda, hogy készültem, tanultam az előző hibámból, tudni fogom, hogy mit kell csinálni. És ezért van az, hogy amikor valaki hibázik, akkor az első emberünk azt mondja, hogy depressziós leszek, és én soha többet nem akarok semmit csinálni. A pozitív emberünk viszont azt mondja, hogy oké, én ezt hogyan tudom a saját erőmmé fordítani. Én ebből hogyan tudok magamnak jó dolgot csinálni? És megtalálja azt a dolgot, és ahogy megvan ez a dolog, már így szárnyal fölfele. És sokkal hamarabb eléri a tízest, mint az az ember, aki ott hagyja az egészet. Mert gondolj bele, hogy mondjuk nem vesznek fel valahova, oké. És akkor azt mondod, hogy jó, hát akkor én most nem próbálkozom újra 6 hónapig, mert hogy én nem vagyok elég jó arra, hogy dolgozzam. Oké. A másik ember meg azt mondja, hogy jó, hát ide nem vettek fel, már mit tudom én, nem volt elég jó az önéletrajzom, akkor jelentkezem egy másikra. Újraírja az önéletrajzát, és jelentkezik. 2 hónap alatt új munkája van. Az első emberünk meg így 6 hónapig semmit nem csinál, majd utána eszébe jut, hogy ja, amúgy újra kéne jelentkezni munkákra, és akkor elkezd újra jelentkezni. Tehát 6 hónapot elveszít, plusz az az idő, ami ugye ahhoz kell, hogy fölvegyék valahova, míg az emberünk igazából semmit nem vesztett. Sőt, úgy megtanult önéletrajzot írni, hogy innentől
tök mindegy, melyik munkára jelentkezik, arra is fölveszik. És ezért szeretném kiemelni azt, és nagyon-nagyon fontos, és azért csinálom meg ezt a videót, hogy az, hogy te elbuksz, az, hogy neked valami nem sikerül, azt az erőddé tudod alakítani. Azt a saját hasznoddá tudod alakítani. Nem másnak a hasznává, nem fogunk feladni semmit, nem fogjuk otthagyni az iskolát, meg a munkahelyet, meg a sportot, meg a minden, mit tudom én, micsodát, hanem addig fogunk menni, amíg aztán mondod, hogy figyelj, a tízesen vagyok. Hogy értem el? Hosszú volt? Igen. Fájt? Igen. Sírtam? Igen. Ott akartam hagyni? Igen. Ott hagytam? Nem. Mivel az összes olyan pillanat, amikor fel akartam adni, akkor úgy volt, hogy tudom, mit nem adom fel. És azért is megcsinálom. És azért is tovább megyek, és azért is megmutatom mindenkinek, hogy a nulláról kezdtem, és a tízesig eljutottam. És valakinek ez 2 hónap alatt meg lesz, valakinek meg 20 év. De a lényeg az az, hogy nem adod föl. Mert aki feladja, annak soha nem lesz meg. A sose lesz a tízesem, érted? Tehát ha te nem csinálod, akkor mi? Úgy van az a mondás, hogy a különbség a vesztes és a győztes között az az, hogy a győztes sosem adta fel. A győztes, tudjátok, hogy hányszor veszített? Nem tudnám megszámolni az ujjamon, hogy hányszor veszített. De sosem adta fel. Akárhányszor veszített, újra kezdte. Újra. Mindig a 2-es szintről, 3-as, 4-es, ahol éppen volt, de sosem adta fel. És eljutott a 10-esre. Aki meg ott hagyta, mert vesztes, mert gyenge, mert nekem ez nem megy, stb. Az meg ugyanúgy most ugyanúgy ott van. 0, 1, 2, 3, 4, 5, mit tudom én, melyik szinten. Úgyhogy ez a lényege, hogy igazából nagyon könnyen át tudjátok változtatni azt, hogyha valami nem sikerül, valami nem megy, valamiben elbuktok, azt hogyan tudjátok a saját hasznotokká alakítani. Köszönöm szépen, hogy megnéztek ezt a videót, ne felejtsétek el lájkolni és feliratkozni a csatornámra, hogyha tetszett, és nem szeretnétek lemaradni több ilyen videóról. Remélem, hogy mindenben van az iskolában, minden jól megy, élvezitek, sok barátotok van, minden tárgy tetszik, minden dolgozat megy. Találkozunk a következő videómban. Sziasztok! We'll be right back.